Na mi a hely? Gergő, hát hang is kell a tévéhez, nem rádió, bár ma a rádiózás 90. évfordulóját ünnepeljük egyébként. Hát mi megünnepeltük hang nélkül, ugye? Így kezdődik a műsor. Köszöntök mindenkit, ez itt a Restart, és ugye, mint mondtam, Mikulás gyár, ott voltunk kint a Fix magazinban, úgyhogy én is onnan csináltam a kis promóciós videót a Restarthoz, de immáron a stúdióból köszöntelek benneteket. Szeretettel a mai szárnysegédem Gergő lesz, képzeljétek el, betanul a srác, legalábbis amit a hangpultot illeti, amiből ti általában ennyit így azért láttok, egy ilyen pár sort, de egyébként sokkal nagyobb ez a hangpult, de most nem fogjuk megmutatni. A Gergő valahol a másik végén ül egyébként, de hát olyan hosszú kezem, hogy így be tud nyúlni a képbe ide hozzánk. No, informatika, ugye az elkövetkezendő közel egy óra arról szól, ahogy ezt már általában ilyenkor hétköznap 7 és 8 között jól megszokhattátok itt a Fixre, ha kapcsoltok, akkor általában a kopaszodó bácsit látjátok, aki mindenféle IT-s baromságokról beszélget nektek. Hát jó, hát csak nem baromságok, legalábbis nagyon remélem, hogy nem azok. Ó, még teát is kaptam, hát kiszolgál engem itt, kérem szépen. Kár, hogy nem forró, tehát tudjátok, hogy milyen hideg van kint, ráadásul esik az eső, vagy ilyen havas eső esik már, úgyhogy ilyenkor öröm, hogy úgy mondjam, külső helyszínen forgatni. Na mindegy, nem siránkozunk, hanem annál is inkább belekezdünk a mai témáinkba, úgyhogy rövid hírek, és utána ti jöttök, tehát nyugodtan lehet telefonálni, skype-olni, facebook-olni velünk. Kezdem rögtön tehát a hírekkel. Ugye 90 éves a hazai rádiózás, ezt már így elkezdtem mondani. A történet gyakorlatilag annak idején valamikor az 1910-es, illetve 20-as évekre vezethető vissza, ahol is világszerte megsokasodtak a rádió állomások. Marconi, illetve Popov fejlesztésének köszönhetően, ugye? A rádió sugárzást megelőzően is léteztek hangtovábbítási kísérletek egyébként vezetéken keresztül. Milyen érdekes, hogy először vezetékes rádiók voltak, tehát nem az éterbe sugározták bele, bár ugyanúgy rádióhullámokról beszélünk, ugye vezetéken keresztül is gyakorlatilag, tehát amikor a tévéadásokat is mondjuk behangoljátok, akkor az is ugye, mit tudom én, 394 megahercen van mondjuk a Fix TV, mondjuk a bizonyos szolgáltatók, nem van, ahol máshol van, ugye, digitálisan, és hát ezen belül ugye ez egy multiplex, tehát itt több másik tévécsatorna is van, de mi is például ezen vagyunk rajta, most az egyik szolgáltatóról beszélek. Tehát ez is rádió hullám, ha így nézzük. Na mindegy, ennyire nem megyek bele a mélyébe. Szóval korábban is léteztek már hangtovábbítási kísérletek, olykor a már meglévő telefonhálózatot használták erre. Ezen a téren Magyarország az élen járt, ugye Puskás Tivadar feltaláló telefonhírmondójával, amely 1893-ban indult, tehát igazából már ide is lehet kötni a rádiózást, de azért nem megyünk még ilyen messzire, mert itt azért még nem rádiónak hívták a dolgot. A hangolás annyiból állt, hogy a központostól kellett kérni a hírmondó kapcsolását. Magyarul mindenkinek, nem az, hogy személy szerint mondtak híreket, de oda kellett kapcsolni gyakorlatilag ugye telefonon keresztül a hírmondóhoz az adott illetőt, és akkor a telefonból hallgatta a híreket. Ez volt az első mondjuk úgy rádió sugárzás. Később önálló, a telefonvonalaktól függetlenül működő vezetékes hálózatot adtak át 1900-ra, már majdnem 6500 előfizetőjük volt. Ekkor még erősítés nélkül dolgoztak, ami igen magas hangerőt követelt a felolvasóktól. Tehát szó szerint üvöltötték a híreket, hogy a másik oldalon hallják. A rádió cső, ugye, azaz az erősítő, megjelenésével ez a probléma megszűnt, és lehetségessé váltak a helyszíni közvetítések is. A hírmondó már nem csak híreket, táviratot vagy felolvasásokat, hanem zenei eseményeket is közvetítettek, például operát. A szolgáltatás az első világháború alatt a háttérbe szorult, majd lassan újra előre kapott, míg az 1923-as rendkívül intenzív havazás tönkretette a hálózatot. Újjáépítették, de ekkor már ígéretes rádiókísérletek folytak hazánkban, a hírmondó pedig csökkenő előfizetői számmal folytatta működését egészen 1943-ig. Magyarország európai viszonylatban szorosan követte a rádiótechnika fejlődését, kísérleti adóink már 1923-ban is voltak, az ismert LGT dalban is emlegetett ugye bútor szállító autóban kiépített stúdió pedig már 1924-ben működött.
A törvényi szabályozás is megszületett, a Telefon Hírmondó RT elnyerte a sugárzás jogát, nevét a Magyar Telefon Hírmondó és a Rádió Részvénytársaságra változtatta. 1925. december 1-ével megszólalt a rádió, és azóta is szól, kivéve a II. Világháború egyes időszakait, amikor ugye rádiócsendet rendeltek, hogy úgy mondjam el, tehát ott nem szólhatott olyankor rádió. Ez nagyjából a történet, hát most eljöhetnénk egészen a napjainkig. Csak egy-két dolgot érdemes kiemelni, ugye, igen, tehát két rádió, két közszolgálati rádió kezdte meg ugye a működését, 1949-ben vették fel a Petőfi, illetve a Kossuth rádió neveket, a harmadik adó, a Bartók rádió 1970 óta működik, és az első kereskedelmi rádió, a Danubius rádió 1986-ban kezdte meg a működését, tehát manapság azért ugye elég sok rádióadás vehető ugye az éterben, FM sávon, ugye ezek korábban még OM sávon működtek, tehát gyakorlatilag ugye nem a mostani frekvenciákon, hanem jóval alacsonyabb frekvencián, viszont jóval nagyobb teljesítménnyel sugároztak, tehát mondjuk, mit tudom én, egész Európában hallani lehetett a Kossuth rádiót, sőt, ha jól tudom, talán még ha most is lenne olyan AM sávban sugárzó, vagyis hát a Kossuth rádió, mintha az AM sávban is sugározna még talán most is, de lehet, hogy ezt már leállították, ebben nem vagyok 100%-osan biztos. Minden esetre hazánkban jelenleg olyan 5,6 millióan hallgatnak nagyjából rádiót, ugye ha most minden kereskedelmit és közszolgálati rádiót beleszámolunk. Hát az internetes rádiókat ne számoljuk bele, mert akkor gyakorlatilag millió számra vannak ugye netes rádiók, és hát itt azért egy kicsikét meg kell jegyeznem, hogy annak idején volt szerencsém, mindenféle most nem nagy képűségből mondom ezt, hanem büszkeségből inkább, hogy a Magyarország, illetve egész pontosan Közép-Európa legeslegelső internetes rádiójának indításában volt szerencsém közreműködni. Broadcast Motelnek hívták azt a rádiót, szép angolos neve volt, mert hogy egyébként nem csak magyar volt, hanem voltak külföldi érdekeltségei is a rádiónak, de gyakorlatilag Magyarországról sugároztuk a műsort. Egy pár hónap után már gyakorlatilag saját berkeken belül ment egy internetes szolgáltató neve alatt az egész. Aztán az 2000-ben, amikor én a Fixhez kerültem, akkor gyakorlatilag, mivel már csak hobbiból csináltuk, így nem volt időm, és ezért nem folytattuk abba hagytuk, de hát addigra már nagyon sok más rádió is elindult netes sugárzással. Úgyhogy ennyi a történet. Leginkább autórádióban, tehát autóban hallgatunk rádiót, 66%-a az embereknek most is autóban rádiózik, hagyományos asztali készülékeken 63%-os a népszerűségi lista. Tehát azért ott is egész sokan, majd némileg lemaradva a hifik, illetve az okos telefonok 23, illetve 19%-kal ott nézik, vagy nézik, látjátok, nem igazi tévében gondolkodom, nem csak rádióban, pedig egyébként nagyon szép szakma a rádiózás, mint úgy, tehát gondolod, hogy csak a hangjával játszik ott az ember. Itt van hozzá egy buta fejem, és lehet, hogy mondjuk jobban néznék ki rádiósnak, nem? Tehát, hogy azért igen, de gyakorlatilag ott csak a hangjával tudja magát kifejezni az ember. Na mindegy, ezek a százalékos megosztások azért egyébként közel 20%-a okostelefonon keresztül rádiózik. Ebben mondjuk nem egészen értem, hogy itt most a hagyományos rádiókról beszélünk, vagy a netes rádiókról. Ez nem világos a cikkből, hogy az éterbe fogható rádiókat hallgatják az emberek az okostelefonjuk segítségével. Ugye nagyon sok okostelefonban van rádiótuner, bár egyre ritkább. Tehát régebben szinte mindegyikben volt. Most például az enyémben már nincs is, sőt az előző telefonomban még volt. Neked van benne, Gergő? Van benne, persze. Persze, hát nem persze, azért mondom, hogy egy csomóban nincsen mostanában, már főleg a csúcs kategóriás készülékekből ez valahogy úgy kimarad. Jó, na hát úgyhogy boldog évfordulót kívánunk a magyar rádiózásnak. Következő hírünk a macskás videókkal kapcsolatos. Ugyanis az internetes forgalom túlnyomó részét a macskás videók teszik, képzeljétek el. A röhely egyébként. Tehát nem tudom, ki néz ilyen videókat. Én nem szeretem, bevallom őszintén. Tehát már herótom van a macskák. Egyébként is kutyás vagyok inkább. Nem azt jelenti, hogy utálom a macskákat. Szeretem a macskákat is, vannak jófej macsekok, de hogy azt nézegessem neten videó formájában, hát persze van egy-két vicces, de
Na mindegy, bár az internet szolgáltatók leginkább a fájcserét szokták a sávszélesség fő felfalójának képző tevékenységnek tekinteni, valójában nem ez, hanem a videók nézegetése az, ami a legtöbb forgalmat generálja az interneten. A YouTube, illetve a Netflix által elfogyasztott sávszélesség ugyanis egyenként is meghaladja a teljes torrent forgalmat, összességében pedig a videónézés a teljes internetes adatátvitel 70%-át viszi. Legalábbis ezt állítja egy napokban nyilvánosságra hozott jelentés, amelyben egy internet szolgáltató azt vizsgálta meg, hogy milyen oldalak és tevékenységek felelősek leginkább az internetes sávszélesség fogyásáért vagy fogyasztásáért, mert igazából elfogyni nem fog soha, de fogyaszt. Csak azért elég rendesen, tehát terheljük. Az eredményként előálló listában az első két helyen a filmek, sorozatok online nézését lehetővé tévő Netflix, amely hamarosan hazánkban is elérhető lesz, valamint a Google videó megosztója, ugye a YouTube végeztek, amik önmagukban voltak felelősek az összes internetes forgalom, és itt most mindent értsünk bele, több mint feléért. Tehát magyarul, lefordítva, netezgetünk, webezgetünk a nagyvilágban sok-sok milliárd ember, és igazából ennek az össztevékenységnek több mint a fele az videónézegetésből, és nem is hogy videónézegetésből, csak a YouTube-ból és a Netflix-ből állt. Tehát többiről még nem is beszéltünk. Nagyon durva. Itt látható egy statisztika, hogy egész pontosan a feltöltések, letöltések, illetve összarányban mely szolgáltatások azok, amik a leginkább viszik az internetes, tehát egy ilyen top 10-es listát látjuk, hogy a BitTorrent van feltöltésben az első helyen, ez érdekes, tehát feltölteni többen töltenek föl, magyarul a megosztás, tehát pont ami Magyarországon mondjuk ugye teljes mértékig illegális, nem csak nálunk, hanem szinte a világon mindenhol illegálisnak számít, azt az adja, ha jól látom, 28,56%-át az internetes forgalomnak. Letöltésben a Netflix, tehát érdekes módon többen használják ugye a Netflixet, és összességében is ugye erről szól. Második helyen van a Netflix a feltöltésekben, a harmadik a HTTP, tehát a webezés, és akkor így tovább, a negyedik helyen ugye a Google Cloud szolgáltatásai, tehát gyakorlatilag ugye az összes Google szolgáltatás, ha nézzük, tehát felhős, drive-ok, stb. Utána a YouTube, SSL és egyéb, és így tovább, tehát például a Facebook a 9. helyen van csak, ami a forgalmat jelenti, mint úgy. Rendben. Harmadik, ja hát ezt gyakorlatilag elmondtam a táblázatokon, nem olvasom tovább a hírt, mert ez a lényege, tehát magyarul összességében a streaming szolgáltatások viszik el a teljes internetes sávszélesség 70%-át, és minden más egyéb tevékenység a maradék 30%-ot teszi ki az internetes forgalomból. Oké, és akkor az utolsó és egyben, nem. A következő és egyben utolsó hírünk, ha már a torrentről esett szó, képzeljétek el, Amerikában alig torrenteznek, vagy legalábbis jóval kevesebben, mint mondjuk a világ más részein. Az amerikaiak inkább a videózásra és a zenehallgatásra használják az internetet, mint ahogy ide kapcsolódott az előző hírünk is. Legalábbis ezek viszik a legnagyobb forgalmat, nem legrepő módon, hiszen ezek streamelése sokkal nagyobb adatforgalmat jelent, mint mondjuk néhány hír elolvasása. Azon sem lepődünk meg, hogy a háztartásokban az esti órákban ugrik meg az adatforgalom, amikor az emberek hazatérnek a munkából. Egy cég az ország északi részén gyűjtötte össze az internetezési szokásokat. Adatai alapján a felhasználók a csúcsidőszakban főként online streamingre használják a netet, lehet az filmnézés vagy zenehallgatás, ugye az Egyesült Államokról, ezen belül is ugye az USA-ról beszélünk, tehát Amerikáról. Az adatokat részletezve láthatjuk, hogy kiemelkedően magas a Netflix. Az adatforgalom több mint egyharmadát ez a szolgáltatás generálja. A másik két filmnéző szolgáltatás, ugye az Amazon és a Hulu, összesen 6%-ot tudhatnak magukénak. A második helyen a YouTube áll, ugye az előbb ezt meg is beszéltük. A streamelő szolgáltatások térnyerése azt eredményezte, hogy egyre kevesebben torrenteznek az Egyesült Államokban. Egyszerűen nem tartják értelmét, hiszen elérhetik azokat a filmeket, illetve sorozatokat, amiket egyébként mondjuk illegális módon töltenének le és töltenének föl is egyben, tehát osztanának meg az ilyen streaming szolgáltatások körében is, tehát minek torrentezzenek, ha sokkal egyszerűbben egy weboldalon keresztül is megnézhetik ezt az adott tartalmat. Ezeknek a forgalma tehát visszaesett, alig több mint 5%-os az arányuk a fájlcserélőknek, tehát USA-ban a netezők 5%-a torrentezik csak. Ez egyébként Európában, ha jól tudom, ilyen 30-valahány százalék fölött van, tehát ha most nagyon
hogy mondjam, a pólkorrekt akarnék lenni, akkor azt mondanám, hogy ez sem olyan vészes. Tehát azért a 30%, 30-valahány százalék, ezt most nem tudom hirtelen már, hogy hol olvastam, de pont egyébként egy pár héttel ezelőtt olvastam valahol. Tehát azért ez sem vészes, de azért sok. Sok. Legalábbis az USA-hoz képest sok. Jó, persze itt bele lehet megint menni, hogy akkor persze ott mások a szokások, mások a fizetések, hogy ott megtehetik az emberek, hogy előfizessenek ilyen-olyan szolgáltatásokra, stb. Stb. Ha belegondolunk, akkor igazából van is benne igazság, de ettől függetlenül én azt gondolom, hogy a legalitás az egy picit fontosabb ennél. Nem? Tehát, hogy ilyen szokásos példámmal tudok mindig is jönni, hogy hogy szeretnék Porsche-t, de attól még nem lopok magamnak egyet, csak azért, mert nagyon szeretnék. Majd lesz pénzem, megveszem, de hát valószínűleg nem lesz, úgyhogy nem veszem. Tehát ki kell, hogy bírja a Porsche nélkül. Ennyi. Jó, az én kis autóm. Az nem Porsche, már ha neki megyek a falnak, akkor Porsche lesz belőle, azt tuti. Jó, na hát ennyi nagyjából akkor a hírek. Ti jöttök? facebook.com/fixhd, illetve megyek is a Skype-ot is bekapcsolom, tv.fixhd, ez a Skype címünk, ide tudtok csörögni, hogyha kérdezni szeretnétek élőben itt a műsorban. És akkor nézzük a Skype-ot. Netflix van magyar film elérhető Magyarországon? Kérdezi Endre. Netflix az egyelőre, és Magyarországon még nem érhető el maga a szolgáltatás sem. Az, hogy magyar filmek vannak rajta, tehát ebből kifolyólag nem tudom, mivel nem használom ezt a szolgáltatást, mert egyelőre nálunk még nem elérhető, már több európai országban igen, és hamarosan nálunk is, tehát van ilyen jellegű kezdeményezés, hogy úgy mondjam, vagy törekvés inkább úgy mondom, hogy Magyarországon is megjelenjen ez a szolgáltatás, és nagy valószínűséggel, hogyha lesz magyarországi Netflix is, tehát lesz magyar vonatkozás, akkor lesznek rajta majd magyar filmek is, gondolom én. Most azért nincsenek, mert hát a nagyvilágban lehet, hogy a magyar filmeket kevésbé nézik az emberek, bár egyébként simán lehet, hogy van rajta. Tehát lehet, hogy ilyen nevesebb vagy külföldön is ismert magyar filmek szerintem simán fönn vannak. Nem tudom, aki esetleg olyan országban él, ahol elérhető a Netflix, vagy itthonról valamilyen úton módon eléri, mert ugye erre is van lehetőség különböző proxy szervereken keresztül. Ezt azért mondtam csak így, mert igazából ez megint ott van, hogy most legális vagy nem legális, igazából szerintem ez követhetetlenül mondható legálisnak, mert tehát ezt nem büntetik összességében, hiszen kapásból streaming szolgáltatásról beszélünk, tehát hogy letöltünk, tehát nem megosztunk, úgyhogy minden, ami letöltés, az legális jelenleg Magyarországon, tehát igazából, hogyha a proxyn keresztül elérünk egy olyan külföldi szolgáltatót, ami esetleg Magyarországra tiltva van, tehát nem lenne joga ide sugározni, hogy úgy mondjam, de mi mégis meg tudjuk oldani, az igazából nem feltétlenül számít illegálisnak. Legalábbis szerintem, mint mondtam, tehát ezt ne tessék kész tényként kezelni, inkább tessék erről megkérdezni egy jogászt, hogyha valakinek ilyen jellegű kérdései vannak. Jó? Úgyhogy kérdésedre válaszolva, szerintem amint elérhető lesz nálunk, lesznek rajta magyar filmek, meg sorozatok is, hát hiszen erről szól maga a Netflix, legalábbis az Egyesült Államokban. Aztán Norbi írja nekünk, hogy hello Wendy, sokat segítettetek az Xbox-szal kapcsolatban. Így van. Már hogy tegnap volt ugye kérdés, hogy lehet-e ugye streamelni, illetve hogy lehet-e korong nélkül is játszani. És az volt ugye a válaszunk, hogy hát nem, legalábbis azokat a játékokat nem, amiket mondjuk az ember ilyen formában vásárol meg. Természetesen a streaming szolgáltatáson keresztül megvásárolt játékokat lehet online játszani, korong nélkül is. Jó, Gép Elek írja, hogy a Kossuth Rádió az 540 kHz-en szinte az egész világon fogható. Na, akkor jól emlékeztem rá. Csak nem tudtam, hogy még most is, de akkor ezek szerint igen, majd behangolom akkor a rádiómon. Nem mint, hogyha az ilyen sercegős, recsegős Kossuth Rádió az úgy nagyon, bár mondjuk az FM sávban is serceg meg recseg, mert olyan minőségű felvételeket játszanak, ami nem azért recseg, mert kevés a sávszélesség, hogy úgy mondjam, a hangátviteléhez, hanem azért, mert olyan régi a felvétel, hogy az még lehet, hogy bakelitről, vagy nem is tudom, szalagos magnóról van. Hát gondolom én most már nem arról játsszák be, de hogy arról digitalizálták, és hát ugye a forrás minőség ilyen, akkor az digitálisan, hát ugyan fel lehet némileg javítani. Na jó, ne húzzuk le azért, tehát most a magyar, tehát a közszolgálati rádióknak elég jó minőségük van, úgy mellesleg.
azért fordítottak rá elég sokat, én azt gondolom, abból a 80 milliárdból, amit ugye, hát mindenki csak a tévét gondolja, akkor az MTV kerül ennyi, mert nem, ebben van a rádió is. Jó? Bár most, ha jól tudom, majd több lesz jövőre. Már hogy több adó is lesz, meg több pénz is lesz. Több pénz kerül majd rá, szem 120 milliárd körül. Milliót mondtam az előbb? Milliárdot. Milliárd, milliárdról beszélünk, tehát hogy érezzétek, hogy ott még egy 3 nullával több. Jó. Aztán, szia Wendy, szerintem tévedtél, mert az áruházak, ahol meg kell adni a háromjegyű ellenőrző kód, ők vonják le, az mindig egy banknak a titkosított oldaláról történik, tehát a bolt nem tud csak úgy levenni, ha ő úgy gondolja. Meg vannak biztonságos átveréses oldalak, ahol 100 000-ig visszafizetik. Van PayPal, erre találták ki, van magyar megfelelője is. Akkor van, hogy árverési oldal, ahol lecsekkolhatod az eladót, hány sikeres eladása volt, vagy olyan termékkereső oldal, ahol a boltok vannak értékelve. Van olyan évboltja, megbízható bolt plecsni. Annak viszont a zsebébe kell nyúlnia, aki utólag fizet, mert azt felszámolják pluszba, de van olyan is, hogy ingyenes az utánvétel, ilyen box szekrényekbe kapod a csomagot. Hú, itt most nagyon sok mindent mondtál, a tévedés az miben volt? Mert, vagy mit mondtam? Mert én nem tudom, mit mondtam. Azt tudom, hogy, hogy így működik, persze, tehát egy banki oldalra irányít át, és ott kell megadni az adataidat, ez logikus. Csak ugye ki tudja azt, hogy ez tényleg egy banki oldalra irányít át? Tehát biztos, hogy vannak olyan oldalak, ahol mondjuk kapásból bekérik ezek az adatokat. Ha egy bank oldalán kérik ezt be, vagy bármilyen internetes vásárlásnál, ahol a bankkártyáddal kell, ugye bankkártyád adatait kell megadni, akkor ott persze, hogy meg kell adni ezt az ellenőrző kódot is. Most az a kérdés, hogy valóban biztonságosan, vagy biztonságos oldalon adja meg az ember. Tehát, és inkább ez nem is kérdés, hanem ez egy ilyen óvaintés, hogy hát csak és kizárólag biztonságos oldalon adjuk meg. Tehát mindenféle nem HTTPS, vagy nem banki oldalon ne adjunk meg ilyen információkat. Jó? Mert utána könnyen bárki utána egy banki oldalon tud ezekkel a kódokkal vásárolni. Ezt mondtam szerintem tegnap. Tehát ezért ne adjuk ki ezeket a kódokat. Egyébként valóban van ilyen, tehát van, ahol utánvétel lehet vásárolni, vannak ilyen különböző átvevő helyek, most nem akarok nekik reklámot csinálni, de ilyen gyűjtőpontok, ahova tényleg ilyen dobozos módszerrel szállítják, és akkor ott tudod felvenni az általad vásárolt dolgokat, van házhoz szállítás, van, hogy te fáradsz be a boltba, és ott veszed át, akár utánvétel, akár előre utalva. Hát különböző formái vannak már ennek a dolognak, csak még belekeverhetjük a különböző ilyen utalványos, kuponos rendszereket, tehát nagyon sokféle módon lehet. Én egy dologra szeretném felhívni a figyelmet, és akkor ismételten, mert ez lett volna a lényege ennek a dolognak, hogy figyeljünk oda, hogy hol vásárolunk, és mit vásárolunk, és milyen helyről vásároljuk, tehát hogy azon az oldalon, azon az adott webshopon, amin keresztül vásárolni szeretnénk, ott megvan minden szükséges információ, ha esetleg probléma lenne. Ha nincs, akkor persze ezekre olyan nagyon nem oda kell figyelni, mert bármi gáz lehet, és akkor hova fordulsz, ha se tudod, hogy lehet a boltot elérni. Ugye? Tehát ezért kell ezeket figyelembe venni, mert ha megkapod az árut és semmi gond, akkor jó esetben nem is kell ezzel foglalkozni. Ugyanez a garancia is, nem? Tehát, hogy oké, hogy a jó esetben nem kell a garancia, mert mondjuk tökéletesen működik a géped, nem romlik el, stb. De mi van, ha igen? Tehát ugye ezért kell ezeket a feltételeket előtte szépen átnézni, és ha nincs is rá szükség, ne is legyen, akkor is ezeknek a tudatába vásároljunk ilyen-olyan helyen. Amiket meg írtál, ilyen aukciós oldalak, meg online árverési oldalak, stb. Ezeknél valóban le lehet csekkolni a felhasználót. Igen, ott van ilyen értékelési rendszerek, hogyha valaki sok negatív pontot kapott, akkor nem igazán érdemes vásárolni. És így tovább, tehát valóban van ilyen. A PayPal az meg egy olyan dolog, persze az Magyarországon is elérhető, egyébként ugyanaz a rendszer, tehát globális a PayPal, Magyarországon is elérhető egyébként. És ugye arról szól, hogy gyakorlatilag
össze van kapcsolva a PayPalod a bankszámláddal, és akkor gyakorlatilag azon keresztül fizetsz. Tehát a bankkártyádról a PayPalra kerül a pénzed, és a PayPalos hozzáféréseddel fizeted gyakorlatilag ki. Ha meg esetleg te vagy az eladó, akkor ugyanígy történik a dolog, tehát a PayPalos számládra érkezik, amit utána x idő múlva, ha minden rendben, stb. Akkor át tudsz vezetni, hogy úgy mondjam, a bankszámládra. Tehát így működik ez a dolog. Némi kis jutalékrendszer persze van benne, tehát különben nem érné meg nekik a biznisz, de azért interneten szerintem ez nem olyan túlságosan vészes, legalábbis ami a százalékokat jelenti, azt hiszem ilyen 4-8 százalék közötti valami összeget szednek talán le, vagy lehet, hogy még annyit sem. Jó. Oké, rendicsek, menjünk tovább. 40 darab magyar film van fönt a Netflixen, írja Szabolcs. Szabolcsnak ezek szerint van hozzáférés a Netflixhez, tehát ő tudja használni így is a dolgot. Na tessék, akkor ezek szerint vannak fönt magyar filmek. Aztán Feri, sziasztok! Érdekes, hogy a torrentekben a pírek körülbelül minden második USA. Lehet. Hát, hogy attól függ, hogy hol, bár... Most erre mit mondjak? Lehet, hogy minden második USA. Itt meg azt ne felejtsük el ilyenkor, amikor ilyen nagyon nagy statisztikákat nézünk, és Magyarországgal próbálunk bármit is összehasonlítani. Azért nem szoktam így külön kiemelni Magyarországot, maximum, hogyha olyan kimondottan magyar jellegű, vagy magyar érdekességként Magyarországot is megjegyzendő statisztikai adat van egy-egy hírben, mert Magyarországon élnek mondjuk 10 millió környékén, még nem is annyian, tehát 9,5 millió környékén, az Egyesült Államokban megélnek 300 millióan. Tehát amikor így beszélgetünk ilyen adatokról, akkor úgy kell viszonyítani ezeket a dolgokat. Tehát, hogy most akár egy tévés nézettséget, ugye, vagy bármit. Ugye, amikor itt ha mindenki tévét néz, az a KSH adatok szerint az azt hiszem 8 millió embert jelent nagyjából, ugye? Mert nagyjából 1 millió nem tévézik egyáltalán, vagy legalábbis nem elérhető nála semmiféle tévészolag, bár elérhető lenne, mert ugye éterből bármilyen tévén elérhető, de 8 millióval számolnak nagyjából. Tehát amikor össznézettséget néznek, akkor ezt veszik alapul. Az Egyesült Államokban 300 millió fölött, nem is tudom pontosan, hogy mennyi, 320 millió környékén? Hát miről beszélünk? Tehát ott egy show műsort, itt ha már megnéznek mondjuk egy nagy kereskedelmi tévé, mondjuk 1,5 milliós nézettség, vagy 2 milliós nézettsége van egy műsornak, nagyon ritkán előfordul egy-egy megaprodukció esetén, hát akkor már dől a zsé a kereskedelmi tévékhez. 2 milliónál. Az Egyesült Államokban reggeli műsort nézik 150 millióan. Hát hol vannak ezek a számok egymáshoz képest? Tehát ugye értjük. Úgyhogy nem érdemes ilyen módon összehasonlítani. Itt is valószínűleg arról van szó, hogy érdekes, hogy minden második, ez elég erős, de ha úgy nézzük, hogy torrentezés szempontjából, akkor magyarországi viszonylathoz képest, persze, gyakorlatilag, ha most USA-val hasonlítanánk össze, akkor mennyiről beszéltünk az előbb? 5%-ról? Körülbelül. Na, hát akkor egész Magyarország netezik, vagy torrentezik, ugye? Ami egyébként is majdnem, hogy így van szerintem, de az egy másik kérdés. Tehát mi szerintem még az európai statisztikát is rontjuk ezen a téren. Minél keletebbre megyünk, annál inkább. De úgy egyébként, tehát oszd le, tehát 20-a leosztó 300 millió, még akkor is, tehát több magyarországnyi ember torrentezik, legalábbis ha az ember mennyiséget nézzük. Tehát persze, hogy találkozol ilyen pírekkel. Jó. Oké. Micsoda webbázisú, itt egy webbázisú rádió, itt lehet hallgatni a Kossuthot, Hollandiában lévő rádióvevő, csak 540 kHz-ra kell hangolni. Aha. Jó, rendicsek. Akit érdekel ilyen módon, akkor nézzétek meg. Aztán Szűcs Laci egy mémet küldött nekünk, szép estét, Vendel, ha már ilyen hidegben te rendel, akkor rommá fagytam, és itt egy rom, ami éppen fagy. Hát köszönjük szépen. Köszönjük, Laci. Oké. Aztán Martin, szia Vendi, tegnap küldtem képet a problémámról, hogy egyértelmű legyen a dolog, hozzászólásba küldtem.
el, de nem nézted meg, pedig azt mondtad hozzászólásba, szóljunk hozzá, ha kimarad valami, elküldjem akkor még egyszer, vagy visszanézed, köszi. Hát ez nem az a baj, hogy, vagy nem azért mondom azt, hogy ne hozzászólál, vagy hogy hozzászólásba küldjétek, hogy ne vegyem észre, de előfordul, ettől függetlenül nem veszem észre, csak azért, mert sok üzenet van. Érted? És hát most nem megyek be mindegyiknek még a hozzászólásaiba is minden esetben, úgyhogy jobb, ha elküldöd, vagy most műsoronként föl lehet tenni a kérdést, csak ne egymás után százszor ugyanazt a kérdést. Na, közben egyébként megjött a hozzászólás, PowerPoint 2010 exe, és akkor itt felhasználói fiókok felügyelete, igen. Hát ennyi, hát ehhez kell ezek szerint az, hogy rendszergazda jogosultságokkal fusson. Mert ugye ez volt azt hiszem a kérés, vagy kérdés. Hogy de miért nem, az viszont gyanús, hogy nem aktív az igen gomb. Tehát engedélyezi az alkalmazás módosítéseket, hajtson végre a gépen? És az igent nem, ha nem aktív, akkor hogy hajtjuk végre? Jó, hát nem tudom. Nem tudok erre mit mondani. Az a biztos, hogy akkor szokott ilyeneket feldobni a gép, hogyha valóban, tehát hozzányúl esetleges rendszerfájlokhoz is. Jó? Vagy oda is bele akar valamit pakolni. Hát a PowerPoint, mivel, hogy mondjam, Windows-os berkekből származó, tehát Microsoft-os berkekből származó program, hát pakolgat elég rendesen egyébként az összes Office-es társai a rendszerkönyvtárba is, tehát ezen egyáltalán nem lepődünk meg, hogy ő rendszergazda jogosultságokat kér. Hát adjuk meg neki, ha arról van szó. Jó. Király ez a sapkás fix logó, köszönjük szépen. Aztán, húha, Kossuth, sőt a Dankó is szól AM-en, amúgy, ha már a múlt, akkor legyen jövő is, már kísérleti jelleggel van Budapesten DAB+, az a digitális rádióteszt sugározás, jelenleg 8 rádió fogható vele, a Széchenyi hegyen található adótorony. Hát ez sem mai történet, hát már ez jó pár éve van ilyen, csak ugye nem nagyon terjednek az ilyen digitális rádió vevők. Ugye? Tehát az új autókban, mintha már lenne, gyárilag, de most elmész és veszel egy egyszerű bármilyen autórádiót, abban nincs DAB-vevő. Hát akkor hogy akarsz te digitális rádiót hallgatni? Mert ugye ennek az a lényege, ugyanúgy, mint a digitális tévézésnél, ugye a DVB-C, meg DVB-T, hogy gyakorlatilag digitálisan veheted a rádióadást is, ahogy a tévéadást is, tehát sokkal szebb a minősége, meg több hangsáv, meg már ugye rádiónál ugye szebb minőség, meg mit a Dolby, meg nem tudom miket lehet még pluszba belepakolni. Tehát ez lenne az előnye, csak ugye hát kevés a vevő hozzá. Már úgy értem a vevőt, hogy a rádió vevő, tehát a készülékek nagy része nem tudja. Nincs beépítve a DAB vevő. Aztán amúgy nekem van egy kínai kütyüm, amiben van egy beépített aksi és egy jack dugó és 87.5 és 108-as FM tartományban tud sugározni, kb. 10 méteres vételkörzetben. Igen, ezt tudják, hogy FM transmitter. Tehát van ilyen, pont arra szokták használni, telefon kihangosítókhoz, nekem is van ilyen egyébként. Tehát arra való, hogy a telefonodat Bluetooth-on keresztül, vagy kábellel hozzákötöd ez az FM transmitter, ez a kocsiba bedugsz a szivargyújtóba, de biztos van olyan is, amit nem szivargyújtóba kell dugni, bár teszem az a szivargyújtósat is, mert ilyeneket 1-2000 forint lehet kapni bárhol egyébként, bármilyen kínai boltba, vagy nem is kínaiba, bemész egy nagy áruházba, és tényleg utána dobják már az ilyeneket, és pont arra való, hogy ha nincs mondjuk a autórádiódban Bluetooth kihangosító, mint hogy nekem sincs. Amit szerettem volna venni, az meg nem jött meg, illetve megjött, de rossz, tehát mindegy, hagyjuk. Ugye erről már beszéltem. Ezért például úgy szoktam megoldani a kihangosítást, hogyha éppen nem elégedek meg azzal, hogy a telefonom is ki tud hangosodni, tehát nem kell feltétlenül autóhoz kötni, de mindegy. Tehát a lényeg, hogy a szivargyújtós Bluetooth-os FM transmitter Bluetooth-on keresztül hozzácsatlakoztatom a telefon, és ő egy rádió frekvenciára kikeveri nekem gyakorlatilag a hangot. Beállítok bármilyen rádiófrekvenciát, amit a rádió utána be tudok fogni, hiszen ez a kis FM transmitter nagyjából olyan 10-10 pár méteres távolságba
szór rádió hullámon. Tehát persze elég instabil, meg a minőségéről ne is beszéljünk, bár teszem hozzá, az ember ezt szétszedi, kicsit tesz bele kis antennát, vagy bármit, akkor ugye lehet növelni a hatósugarat, nem akarok ötletet adni senkinek, de lehet ilyeneket csinálni, már csak azért sem, mert ezen a rádió frekvencián való sugárzás ennél nagyobb, hogy mondjam, hatótávolságban már engedélyköteles, tehát nehogy bezavarjuk nekem a Kossuth rádiót, vagy bármit, bár az kicsit nehéz lenne. De ja, tehát, hogy van benne ilyen rádióadó, és az egész akkora, mint egy öngyújtó, hogy itt Szabi is írja, igen. Tehát tényleg erre való a kütyű. Jó, aztán az amerikai torrent kérdéshez, vagy témához, Amerikában szerintem azért nem torrenteznek, mert olyan fizetés, ne hagyjuk már ezt a fizetési történetet, gyerekek, ezek elvek, ez nem fizetés kérdése egyébként. Tehát a technológia ott is rendelkezésre áll, sőt, ott találták ki, ha jól tudom. Tehát, hogy ez nem fizetés kérdése, hanem elvek kérdése. Valóban a dolog. Tehát csak hozzáállás kérdése. Tehát, hogy még itt sem olyan vészesen drágák, ha lennének, de egyébként vannak is. Tehát nem mondjuk, hogy nincsenek, mert csomó szolgáltatónál például, tehát kábel-tv szolgáltatónál vannak online videótékek, ahonnan lehet filmeket nézni 1-2000 forintos előfizetési díjért cserébe. Tehát, hogy most oké, hogy ők 1500 dollárt keresnek, meg még többet, meg nem tudom, és ott is azért pénzbe kerül ez a dolog. És most, de mindegy, ezt hagyjuk, mert aki meg nem engedheti meg magának, most lehet ezen siránkozni, de az nem jogosít fel bennünket ahhoz, ezt értsük már meg. Nem jogosít fel minket arra, hogy attól még illegálisan fogyasszunk tartalmat. Ez ennyire egyszerű. Azért, mert nem tehetjük meg, akkor vagy törődjünk bele, hogy nem tehetjük meg. Ezek nem létszükségek, létszükség dolgok, hogy mi mindenképpen filmet nézzünk. Ha valaki nem tudja megvásárolni azt a filmet, akkor ne nézze meg azt a filmet. Vagy azt csinál mindenki, amit akar, engem nem érdekel, csak a hozzáállás, nem mindig ez legyen már ez a rossz duma, hogy persze, meg külföldön sokkal többet keresnek. Hát, jó, oké, akkor lopjunk, mert ők többet keresnek. Na, halló, van telefonáló. Mit csinálsz, Gergő? Na, mit csinálsz? De ne a telefonálót add be nekem ide! Na? És hogy kell megoldani a sípolást? Jó, akkor ennyi. De hát majd kivennéd esetleg egy kicsit a hangot belőle. És most sípol? Na? És kicsit, tudod, a gerjedés határig. Na, halló! Szia! Hallasz? Halló, halló! Szia, parancsolj! Kicsit halkan hallak. Hát nem tudunk több kakaót nyomni rá, mert akkor csak gerjedünk, úgyhogy akkor hangosíts fel a telefonodat, kérlek, jó? Jó, jó. Na figyelj már, én vagyok az Viktor. Hello, én Viktor. Szeretném olyat kérdezni, hogy nem tudok a Fix HD TV-re, a hivatalos oldalára ráírni, se tettikelni, és se üzenetül küldeni, hogy ez miért van. Már most milyen Fix HD hivatalos oldalát szeretnéd, vagy mi? Még egyszer? Tehát még egyszer mondom. Igen? Tehát a Fix HD TV-n van nektek a hivatalos oldal. A weboldal? Igen, a weboldal. Igen? És ott, hogyha nem megyek a Fix HD TV-re, a Facebookon belül, akkor én nem tudok ráírni a Facebookon belül a oldalatokra, se lájkolni. És se üzenetet küldeni, hogy ez miért van? Hát ennek több oka lehet, az egyik, hogy nem lájkolod az oldalunkat. Az be van lájkolva. Uh-huh. Hát akkor valamilyen jogosultsági dolog lehet, tehát vagy a Facebook, vagy lehet, hogy mi tiltottunk le téged. Nem csináltál semmi olyat, ami miatt esetleg kitiltottunk az oldalról? Vagy kitölthattak a kollégát? Nem, mert ezen a héten, meg a múlt héten se szóltam hozzá a műsorhoz. Legfeljebb a gumiszobához szóltam hozzá. Aha. Jó, figyelj, írj nekünk egy e-mailt, és akkor megnézzük. Mondtad, hogy, mert írtam neki, hogy írtam, hogy Dúli szép vagy, meg ilyenek, és akkor te mondtad, hogy nem változhatottam meg a műsor menetet, azt meg is értettem, de utána nem tudtam, utána meg rá két-három nappal meg nem tudtam ráírni. Uh-huh.
Mondom, nem biztos, hogy nálunk van a gond, fogalmam sincsen, küld el nekünk e-mailbe, légy szíves, a nevedet, elérhetőségedet, és akkor megnézzük, jó, hogy ki vagy-e tiltva az oldalról, bár ha ki vagy, akkor annak biztos, hogy oka van. Tehát valamelyik adminisztrátorunk úgy döntött, hogy kitilt, és akkor viszont nem fogod tudni valóban hozzászólni, vagy lájkolni, hát valami oka biztos történt annak. Hát biztosan, mert néztem, mindig néztem, és egyszerűen nem bírtam hozzászólni sehogy se. Jó, oké, megnézzük, jó? Jó, oké, köszönöm szépen. Hello, szia, szia. Jó, menjünk tovább. Azt mondja, hogy miért van az, hogyha Facebookozok, vagy FB-zek, ja, már így hívják a Facebookozást, akkor a chatfülek akadnak, amikor írok, leütök 6 betűt, aztán csak pár másodperc múlva írja ki mindet egyszerre. Amúgy a Facebook videók vagy más programok nem akadnak. Basz. Nem tudom. Próbáld meg másik böngésző. Ugye ez megint ilyen megjelenítési kérdés. Ugye a chat az ilyen, ugye ilyen interaktív, tehát ilyen úgynevezett push üzenetként működik. Tehát állandóan a böngésződ figyeli, illetve ez a modulja, ez a chat modul, ez figyeli, hogy érkezik-e valamilyen üzenet neked. És ez ugye folyamatos csekkolással telik. De amikor te írod, te írsz üzenetet, akkor is ugye az adott ablak, amiben éppen írod az üzenetet valakinek, ott gyakorlatilag ugye folyamatos kommunikáció van. És ez előfordulhat, hogy picit lassú, ha mondjuk esetleg, mit tudom én, lassú az interneted, vagy lassú a géped, vagy a böngésződ van leterhelve, tehát ilyen előfordulhat, de hogy mondjuk akkor a Facebook videók meg más programok miért nem akadnak, nem tudom neked megmondani, hogy ez mitől van. De egyébként én is tapasztaltam már hasonló, tehát a Facebooknál amúgy van ilyennél, hogy kicsit lassú a kommunikáció. Jó, aztán Dani, nem minden torrent letöltés és feltöltés illegális, Linux disztribúciót lehet szídelni tudtommal. Gyerekek, ezt hagyd nekem minden egyes adásba elmagyarázni? Én szóval is mondtam ilyet, hogy illegális. Nem a torrent illegális, ezt mindig tisztelt, de komolyan mondom, minden adást úgy fogok kezdeni, hogy ezeket így elmondom. És akkor vége is az adásnak gyakorlatilag. A félreértések elkerülése vége. Nem a torrentezés illegális, hanem amit letöltesz tartalom, még az se lenne illegális feltétlenül, mert Magyarországon bármit le lehet tölteni, az nem büntetendő. Ám a visszaosztás, tehát a megosztás, az már igen. És mivel így működik a technológia, hogy letöltesz és feltöltesz, ezáltal, és ott sem mindegy, hogy mit, persze, mert a saját tartalmadat, vagy ingyenes tartalmakat, vagy szabadon közölhető, letölthető, megosztható tartalmakat lehet torrenten keresztül, hogy mondjam, megosztani. Tovább megyek a Windows, maga a Microsoft is hasonló technológiával, tehát lehet úgy nevezni majdnem, hogy torrent technológiával szedi le például az update-ek jó nagy részét. Tehát, hogy nem ez az illegális része, hanem mondjuk, ha egy filmet letöltesz. Vagyis amíg a letöltés nem is, a visszaosztás. Mert hiszen te akkor megosztasz egy olyan filmet, ami az neked között nincsen. Tehát ez a része illegális. Jó? Oké. Aztán. Rendben. Nincsen több hozzászólásunk, úgyhogy Facebookon. Ja, hogy azért nem akar nekem menni a Skype-on, majd látom, mert frissítés van hozzá. De jó neki. De attól még mondjuk miért nem működik. De működik. Most hív Bandi például. Úgyhogy akkor Bandival folytatjuk. Szevasz, Bandi! Várjál, mert le vagy mute-olva valamiért. Na most már talán jobb lesz. Itt vagy? Hallasz? Halló, halló! Bandi! Nem hallunk! Nem hallunk téged. Próbáljuk meg újra, jó? Hívj újra minket. Gergő, azért csekkod le egyszer a kábelt te is, mert hogy kihúztam, bedugtam, és annak mondjuk sercegnie kellene, és itt semmilyen sercegés nincsen. Tehát lehet, hogy nem is Bandinál van a gond, hanem nálunk. Ugye? Jó. Oké. Okay. Meg mondjuk a mute-ot lehet, hogy ki kell venni, nem? Kivettem ezt. Igen? Na. Jó. Na, Bandi, na, akkor próbáljuk meg még egyszer. Akkor visszahívlak én. Jó? Na, hívj is közben, Bandi. Na. Halló. Na, most hallunk. Na, akkor mégsem nálunk voltam. Jó van, na, vendikém. Parancsolj.
tegnap hallgattam, reggel hallgattam a tegnapi adást. Igen. És egy hölgy mondta azt, hogy a nagymamának kellene egy ez a, hogy mondják ezt a... A routerre gondolsz? A routerre, igen, igen, a wifi router. Hát nem kimondottam. Nekem csak van egy olyan fölösleges, mert én kaptam a cégtől, aha, a szolgáltatótól egy routert, na, amiben egybe van minden. Uh-huh. De távolos. Ugye olyan router kellene neki, ami ugye mobil internetet oszt el. Tehát ugye, az, ugye nem sima egyszerű wifi routerről beszélünk, amiben bedugod a netet, és akkor ugye több elágazása van, úgy mondjam, és akkor ugye lehet rá wifin keresztül kapcsolódni, vagy kábelen, hanem olyan net kell, vagy olyan router kell neki, amiben mobil internetet lehet belecsatlakoztatni, tehát vagy sticket lehet beledugni, vagy pedig kapásból ja, szimkártyát tud fogadni. Nincsen USB port. Azért mondom, hogy olyanra lenne szükség, igazából, de szerintem Gabi ezt meg, Gabi volt a hívónk ezzel kapcsolatban. Ugye meg is beszéltük, hogy hát ezt igazából, ha csak tényleg a telefonra meg a laptopra használja az anyukája, akkor gyakorlatilag nem is muszáj ilyet venni, hiszen a laptopon lévő, laptopon keresztül is meg lehet osztani az internetet. Énnek, hát most 82 múltam. Uh-huh. Na, és hát jó egészséget kívánunk. Köszönöm szépen. De nekem nem kell már. Uh-huh. Kettő is van, csak az egyik nem wifi-s, a másik az wifi-s. Uh-huh. És de lehet, hogy még van egy harmadik is. Na. És most keresem, van itt 66 köbméternyi. Én bütykölös ember vagyok, és... Aha. Na, hát figyelj, ilyeneket egyébként ilyen különböző aukciós oldalakra, hogyha nincs rá szükség, akkor add fel, hát pénzt lehet ezekből csinálni. Ne. Hát de tényleg, hát most otthon gyűjtögetett, hanem, hát vagy odaadod valakinek, hát akkor itt a karácsony, lehet adakozni igazából, hát valóban. Na, a helyzet az, hogy én kimenni nem igen megyek a lakásba, mert 15 méter a hatótávolságom, elfogy a levegő. Értem. Jó, hát akkor figyelj! Jó kondiba vagyok, nem arról van szó, csak a tartós igénybevételt azt nem tudom. Jó, értem. És akkor azt mondod, hogy van egy pár olyan kütyüd, amire így nincs szükséged, és így, hogy úgy mondjam, odaadnád bárkinek? Igen, sőt, na, ha valakinek kell Linuxos Live CD. Uh-huh. Bár azokat mondjuk a netről le lehet töltögetni ugye szinte az összeset. Nem, az készen lemezzel együtt adom. Jó. Jó, bár most az a baj, hogy nem tudok az infóval mit kezdeni. Tehát most én így nem szeretnék úgymond zsibvásárt csinálni a műsorból. Ne, tehát ne, most ne csináljuk. Hát ezért mondtam azt, hogy ilyen különböző aukciós oldalakra ezt föl kéne valahogy tenned. Hát ha más nem, akkor nem kérsz érte pénzt. Ingyen is lehet, ha jól tudom ott hirdetni, vagy úgymond eladni dolgokat. És akkor akit ott érdekel, megtalálja, és akkor megbeszélitek, hogy hogyan tudja tőled átvenni. Aha. Jó? Jó, majd valamit csinálok. Jó, rendben. Na, egyéb más? Ha tényleg ilyen kell valakinek, akkor itt a Skype-on megtalálható vagyok, és akkor... Jó, hát figyelj, azt is csináljuk, ennyibe tudok segíteni, hogyha nyilvános a Skype címed, akkor mondd be a Skype-osi e-mail címedet, vagy hozzáférésedet, és akit érdekel, akkor felveszi veled a kapcsolatot. Ennyit tudok segíteni, jó? Itt a igen, de a kapcsolat felvételnél valami referenciát, mert akárkinél nem szívesen. Na, ezért mondom, hogy ez kicsit így nehézkes, én szívesen segítek itt össze, csak ugye, ha én leszek az információ csatorna, akkor ugye rajtam keresztül fog minden menni, én meg bocsánat, de nem akarok ilyenben részt venni. Helyes. Jó? Tehát, hogy ezért mondtam, hogy meg kell hirdetni akkor ezeket, vannak erre kimondottan olyan oldalak, ahol ilyeneket föl lehet ajánlani. Na jó. Jó? Okay, vagy a Facebookon, még azt lehet, hogy esetleg a Facebook oldalunkon, csak azért nem akarom ezt így mondani neked, mert akkor mindenki elkezd ilyeneket föltenni az oldalunkra, és tényleg zsibvásár lesz az oldalunkból. Ja, értem. Jó? Jó, de hát a nagymamának, ugye, jó, a kortársamnak nagyon szívesen segíteni. Oké, rendben. Köszönjük szépen, Bandi. Szia, jó a minden jót, köszönöm szépen. Szia, hello.
No, és még van egy kicsi időnk, nem frissítem le most már a Skype-ot, majd a műsor végén, azt mondjuk neki, hogy most nem. Hát most inkább csörögjetek, ha még van. Aztán elég szegényes a legális magyar szolgáltató oldalán nézhető szinkronos filmek száma, a moziban futó film meg nincs, a minőségük is nagyon gyenge, kicsi bitráta. Hát én azért nem mondanám, vagy nem tudom. Tehát én sok olyan, vagy hát nem sok, de van egy pár ilyen szolgáltatás, amit én például használok, most nem akarok neveket mondani, vagy szolgáltatásokat így mondani, de azért ott nem olyan, nem nevezném rossz minőségűnek. Az ilyen különböző Go, meg nem tudom, most tényleg nem akarom a nevét mondani. Hát most kinek mi az elvárás, hát azért azt ne várjuk, hogy 4K-ban fogják sugározni ezeket a filmeket, de például HD-ben simán jönnek, minőségileg tökéletesen rendben van, tehát hogy nem tudom, hogy ezt most miért mondod, de ez megint olyan, hogy most megint azt akarja mondani, hogy persze, mert kifogás, mert Magyarországon nincs, de ha már van, akkor van, de rossz minőségű. Tehát, hogy mindig valamit akarunk mondani, ami miatt megmagyarázzuk, hogy miért torrentezünk. Nem kell megmagyarázni, az neki azt sem akar. Jó. Na, erről beszélek, Szabi, tehát a Skype-olónak a wifi router engem érdekelne, akár pénzért is egy Skype nevet tudsz írni. Na, ezt mondom, nem fogunk zsibvását csinálni ebben a műsorban, és a Facebook oldalunkon sem. Nagyon szívesen segítünk, itt így szóban, de az, hogy itt találjátok meg a megfelelő fórumokat erre, gyerekek, jó? Tehát lehet, ott van egy csomó, most nem akarok megint csak ilyen oldalakat mondani, hogy hova lehet ezeket fölpakolni, nem csak pénzért, hanem ingyen is föl lehet egyébként pakolni, és akkor meg lehet ezt oldani. Ne a műsorba csináljuk zsibvását, jó? Oké. Okay. Rendben. Aztán. Sajnos a Disney is kivonul Blu-ray piacról, Magyarországon meg hát sorra jönnek-mennek a kiadók, de szerintem ez nem csak a mindent letöltünk ingyen viselkedésnek köszönhető, legalább az árak is ennyire ludasak, de valószínűleg Magyarország sose lesz a mi pénztárc, vagy mi ez? Valószínűleg MO se lesznek a mi pénztárcánkhoz mértek. Ja, max akciósak, ami szintúgy drága nekem, kemény 48 filmen van Blu-ray-en, de ebből egy sem premier film. Az a bizonyos mozis TV csatorna, meg hát elég tré minősége van az élő adásnak, de az online az okés. Na, ezt mondom én is. Gyakorlatilag én is pont erről a bizonyos hárombetűs mozis csatornáról beszéltem, hogy ott például azoknak a videótára, ahol egyébként nem is több száz filmet lehet visszanézni, illetve nézni. Tehát gyakorlatilag az egész repertoárt, ami éppen aktuális abban a hónapban, de talán még többet is meg lehet nézni. Fullosan jó minőségben. Hát igen, a Blu-ray az egy ilyen dolog, de manapság tényleg a streaming felé megyünk. Tehát az, hogy fizikailag ott legyen a korong a kezünkbe, ez sem a zenéknél, sem a filmeknél nem is feltétlenül ez az irány már. Tehát oké, van, aki ragaszkodik a fizikai lemezekhez, ilyen is van, de manapság azért a streaming az, ami felé megyünk, tehát nagy valószínűséggel ezért van az, hogy nem éri meg, hiszen a filmek amúgy is digitális formátumban vannak meg. Most azokat fizikailag kiírni lemezre és azt árusítani, miközben az ember föltölti a netre, és valamilyen webáruház vagy valamilyen videó megosztón keresztül ezeket megosztja, hát ugye sokkal gazdaságosabb, hogy úgy mondjam. Tehát nem éri meg manapság nem, hogy Blu-ray-t, de DVD-t se kiadni. Tehát nagyon sok film már meg se jelenik egyébként DVD-n. Vagy csak tényleg nagyon durva késése, ha van rá igény, nagyon minimális példányszámokban, stb. Tehát érthető, hogy az online felé megyünk, de az online-nál is azért meg kell különböztetni a különböző illegális letöltőhelyeket, hogy úgy mondjam. Tehát az ilyen dark torrent oldalakat, és ugye a streaming szolgáltatásokat, vagy az olyan online videótékákat, ahonnan ezt meg lehet valóban vásárolni, akár vagy a jogát legalább a megnézésnek, ha nem is feltétlenül letölteni. Egyébként jogos és tök igaz az is, hogy Magyarországon ez valamiért nem megy. Ennek ez egy ilyen kicsit 22-es csapdája, vagy ilyen rókafogtacsuka szindróma, mert valóban azért nem megy, mert drága. Tehát azért nem vesznek DVD-ket csak az emberek. Viszont azért drága, mert nem veszik. Tehát mind a kettő igaz.
Ugye? Tehát mi nem vásároljuk, hanem leellopjuk, a netről letöltögetjük, de visszamehetünk, ez visszavezethető a ki 80-as, 90-es évekre egyébként. Tehát amikor már a VHS kazettákat másolgattuk. Arra nálunk még akkor törvény se volt, de már ezt csináltuk. Persze, hogy hoztak rá egy idő után törvényt, de már akkor sem voltunk hajlandóak az új gyári videó kazettákat sem megvásárolni, inkább a különböző KGST piacokon vettük meg pár 10 forintokért vagy 100 forintokért a másolt hangalá mondott VHS-eket. Olyan ez van Pepitában, csak a 21. században, most meg letöltögetjük a különböző filmeket, és úgy nézegetjük meg, és nem megvásároljuk őket. Tehát ezért tartunk itt, más egy kicsit a máshogy szocializálottunk, hogy úgy mondjam, nálunk nyugatabbra, ezt már úgy oké, hogy olcsóbb az ára, és nagyobb a felvevőpiac Magyarországon, pont azért, mert az emberek, ha olcsó lenne, se vennék, mert higgyétek el, hogy nem, tehát ez biztos, hogy így van, mert ez hozzáállás kérdése. Ha nem, mert egyébként akciós DVD-ket 3-400 forintokért lehet már néha kapni, jó, mondjuk olyan filmek is, de azokat se vesszük. És nem azért, mert rosszak a filmek, hanem azért, mert 3-400 forintot sem vagyunk hajlandóak ilyenért kiadni. Ha 10 forintba kerülne, sem hiszem, hogy vennék. Mert ha ingyen is megszerezhet, akkor miért fizessen ért az ember pénzt? Ez a hozzáállás sajnos, és ezért vagyunk itt, és ezért van az, hogy nagyon sok kiadó kimegy, kivonul, tényleg, meg nem éri meg ezt csinálni, mert nem vagyunk felvevő piac. Tehát mennek olyan piacra, ahol normálisan működnek ezek a dolgok. És akkor csodálkozunk, hogy ami viszont van, az drága. Azért, mert ők meg csak így tudják fenntartani magukat, hogy ekkora árban ekkora árban kénytelenek adni a portékáikat. No, hát ennyi volt mára, nincs több hozzászólásunk, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet. Holnap folytatjuk, nézzetek minket akkor is. Hello, hello!